keményen neki ment Gyurcsány Ferenc Magyar Péternek amiatt, hogy a Tisza párt elnöke nem akar olyan főpolgármester helyettest, aki az előző városvezetésben is szerepelt. A DK elnöke Stricinek nevezte Magyart, aki szerint idegesek az óellenzék még megmaradt fővárosi sejtjei, hogy a budapestiek június 9-én megüzenték, elég volt az eddigi mutyikból. A helyzetet Gáspár Kristóffal és Pék Szabolccsal elemezzük. Akik itt vannak már a stúdióban, jó estét, szervusztok! Jó estét! Na hát erről a csörtéről, ami lassan már mindennapos mindjárt, de kezdjük talán azzal, hogy Szijjártó Pétert a műsor elején kapcsoltuk New Yorkban, hogy az ENSZ közgyűlés most van. Több mindenről kérdeztem Csádról is, és megkérdeztem tőle, hogy ha oda küldenek katonákat, illetve katonai segítségnyújtást Csádnak ad a magyar kormány, akkor Ukrajnában miért nem, hiszen 22-es választások előtt például, hát biztosan jól emlékeztek rá, folyamatosan azt hallottuk a Fidesz részéről, hogy a baloldal, az ellenzék veszélyeztetné a fiataljaink életét, és a többi, nem idézem az összes ilyet, meg nem is emlékszem már pontosan, hogy mik voltak ezek, de azért nagyjából igen. Szóval mit gondoltok erről? Ő azt válaszolta, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert az egyik helyen terrorizmus van, a másik helyen meg államok közötti háború. Hát, hogyha oda viszünk fegyvert, akkor nem vagyunk háborúpártiak, szóval itt azért van egy ilyen érdekes kettőség, illetve azért láthatunk itt egy ilyen nemzetközi kavarást, aminek hát pontosan mi van a háttérében, ezt nagyon nehéz kibogozni, ugye feltűnt ott a miniszterelnöknek a fia is, ugye Orbán Gáspár, és hát ami ugye érdekes a magyar adófizetői szempontból, hogy azért egy 200 millió eurós hitelt, vagy valami ilyesmit jutatunk el, ugye Csád részére azért 80 milliárd forint, azért szerintem éppen egy lyukas állam háztartásból azért ez valamennyire hiányzik, és azért ez egy elég érdekes érvelés, hogy a nemzetközi terrorizmust és migrációt akarják részbot már a Száhel-övezetben megfogni, de hát most azért kérdezem, hogy például olyan nagyhatalmak, mint Franciaország, atomhatalom éppen vonul ki ebből a térségből, most hogyha oda küldünk 200 katonát nagyjából, ez nem tudom, hogy ez mennyire képes a nemzetközi terrorizmust és a migrációt. Hát ő azt mondta, hogy ne becsüljük alá a magyar katonákat, hogy én is felvetettem, hogy önálló misszióban, mert ő Irakot hozta fel, de hát ez nem önálló misszió volt, hanem NATO misszió, nem vettek részt katonák, azt mondta, hogy egyrészt ugyanolyan joggal és ugyanolyan jól felkészülten hely tudnak állni, mint a többi NATO katona, vagy a többi NATO ország hadserege. Másrészt pedig cáfolta Lemonnak azt az értesülését, ezt is megkérdeztem, hogy Orbán Gáspárra lehet el mögött, vagy ő személyes kapcsolatai. Szerintem azért is nehéz ez a helyzet, mert azt látjuk, hogy miközben a Közel-Keleten hát nagyjából egy háború folyik, lassacskán ez kijelentető, hogy háború zajlik a Közel-Keleten, és azért például az Egyesült Államok, amiknek a katonai erejét ezért hát nem szokták elvitatni. Nagyjából a Közel-Kelet térségébe tolja jelen pillanatban az erőt, Afrikának ez a része ez egyelőre egy kicsit, mint hogy üres lenne ebből a szempontból, ezért is furcsa szerintem ez az önálló missziónak a léte. És valószínűleg, hogy itt nagyon a politikai részét nézzük, és a belpolitikai vonatkozását nézzük, akkor azért azt is el lehet mondani, hogy hát persze voltak már más országok is, akik terrorizmus elleni háborút indítottak, picit több mint 20 évvel ezelőtt, azok sem voltak túlságosan sikeresek, és azok egy picit nagyobb gazdaság és katonai erővel rendelkező országok voltak, és sok ország volt itt, hogy most Magyarország pontosan milyen változást tud elérni ebben az országban, vagy abban a térségben, azért arról szerint megoszlanak valószínűleg a szakértők véleménye is. Nem igazán lehet látni, és szerintem ez a legfurcsább ebben a helyzetben, hogy van egy nagyon konkrét cselekvése a kormánynak, egy háborús beavatkozás történik a kormánynak, katonai missziót indít, és semmilyen indokot, okot nem tudunk. És hát bocsánat, de a miniszternek is ez egy mellébeszélése volt, azért ez az interjúban is talán a nézők is láthatták, hogy nem mondott el semmilyen konkrétumot, hogy mi az oka, hogy Magyarország ide megy ebbe az országba. És még ezt egy mondattal odaegészítsem ki, hogy azért ugye tagadja Orbán Gáspárnak a részvételét, de hát azért ezt láthattuk, szóval ott vannak ezek interneten elérhetők ezek a képek, amikor a miniszterelnök fia kalapban és maszkkal meg arcszőrzettel. Tulajdonképpen a rendkedvér muszáj közbevágják, mert nem a részvételét tagadta, hanem azt, hogy miatta lenne, sőt kikérte magának egy picit kis humorral, hogy ezt tulajdonképpen azt mondta, hogy ő intézte, hogy ő tárgyalta le ezt az egészet, és hogy erre meg nem figyelt fel a sajtó. Igen, ez méltányolandó. Nyilván én is azt egészíteném ki még, amit Kristóf mondott, hogy azért alapvetően, akik ilyen katonai missziókat szoktak vezényelni, azért azok a világ legnagyobb hatalmai. Szóval azért Egyesült Államok, most ugye részben azért Oroszországnak is láthatjuk az afrikai Közel-Keleti kavarását, illetve Kína, ők azért inkább gazdaságilag nyomulnak, kevésbé katonailag, illetve hát ugye előbb emlegetett Franciaország, szóval azért egy hozzánk hasonló gazdasági és katonai potenciállal rendelkező ország, hogy mi a francia
kompromisszumot keresünk ott Csádban, ezért továbbra is egy jó kérdés. Hát tulajdonképpen azt a választ kaptuk meg rá, amit eddig is hallottunk a kormánytól. Még egy dolog, illetve több dologról kérdeztem, én nem tudom, hogy hallottátok-e. Ha nem hallottátok és nem tudok véleményt mondani, akkor megyünk tovább. De Csipogok kérdése, erről is kérdeztem. Ő először azt mondta, hogy ez az egész egy álhír, és most nem fogom tudni pontosan idézni, hogy mit mondott, mert nyilván még nincs leírata a beszélgetésnek. Tehát az egész egy álhír, egy fake news. Majd utána azért azt mondta, hogy nem voltak ilyen információi, úgy tudja, a szolgálatoknak, majd utána azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy egyébként vizsgálják már a szolgálatok, hogy mi történt. Ebből mit szűrtök le? Én láttam az interjút, és talán pontosan úgy fogalmazott, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Tehát, hogy, és abban jutottunk rá, hogy elismerte, hogy egyébként folyik egy ilyen vizsgálat, tehát hogy megint azt látjuk, hogy egyébként zsigerből egyébként tagad valamit, amikor pedig, hát, hogy mondjam, újságíró kérdése, vagy konkrét a te kérdésedre, ugye többszörű visszakérdezése is csak beismeri, hogy zajlik egy ilyen vizsgálat, és egyedül annyit mondott, hogy Magyarországnak, tehát hogy mint államnak nem volt ebben az ügyben része, de az, hogy egyébként valószínűleg a titkosszolgálatok bármelyen szolgálata teljesen elment amellett, hogy egyébként tényleg történik valamilyen, legalábbis egy fedőcégen keresztül történik valami tevékenység, azért sokat gyár is megkérdezi, hogy mennyire bízhatunk ezekben a szolgálatokban, hogy egyébként ilyen konkrét esetekről tudunk, ahol egyébként emberélet kioltására alkalmas eszközöknek, ha nem is a gyártása, de legalábbis valamilyen fajta bizniszelése zajlik itt Magyarország területén belül. Szerintem ez azért kellően felvet sok kérdés, főleg úgy, hogy ilyen eset már történt, ahol mobiltelefonokat vásároltak meg egyébként nyugati országokban elkövetett terrorizmusban érintett személyek. Szabad. Részben is azt tudom mondani, hogy ha nem volt erről a szolgálatoknak tudomása, az elég baj, és hát ugye amire az előző esetben is Csádán felhívtuk a figyelmet, szóval azért, hogy a ország méretéből adó és képessége adódóan, szóval azért nem tudom, megérke, bekeveredik a elefántbikák közé, azért általában nem az elefántbikák szoktak rosszul járni, tehát szóval pont egy ilyen ügy esetleg nem tudom, a Hezbollahtak, vagy mondjuk esetleg iszlamista csoportoknak az országra irányítja a figyelmét, ugye azért eddig kopogjuk le, hogy az ilyen jellegű mondjuk támadásoktól vagy hasonlóktól félve volt az ország, de hát, hogy esetleg ilyen felelőtlen csiki-csuki játékokba megy bele, nyilván azt nem lehet kijelenteni, sőt, ilyet nem lehet állítani, hogy most ez valamilyen szinten kötődik a magyar kormányhoz, simán lehet, hogy egy másik nemzetnek a titkosszolgálata alapított itt egy fedőcéget, amire nyilván nehéz rálátni, ugye egy elég nyitott világban élünk, Európán belül, Schengen egyébként is ugye könnyű cégeket alapítani, de hogy azért ez mindenképpen, hogyha ez minket felrajzol esetleg így a nemzetközi terrorizmusnak a térképére, azért ez egy komoly nemzetbiztonsági kockázatokat vett. Ne legyen így. Na, elnézést a nem várt témáért, csak gondoltam, hogy megkérdezem a véleményeteket erről, és akkor térjünk arra az egyik témánkra, amiről beszélgettünk volna, ugye egyre élesebb a hangnem Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között. Ma reggel Gyurcsány Ferenc egy élő videóban elmondta, hogy melyik az a fővárosi ügy, amelyben szerinte a pártjának van igaza Magyar Péterrel és a Tiszával szemben. Azt mondja, aki sepregetni akar, az menjen ki a konyhába. Nincs senkinek semmilyen erkölcsi felhatalmazása, hogy anélkül, hogy ezt megmagyarázná, egyszerűen annyit mondjon, hogy kirugdalok mindenkit Budapestről. Ez disznóság, ez mocskos dolog, ilyet nem csinálunk, ez futtató fiúknak a K tempója. Hát ezt nyilvánvalóan most nem idézem. Mit gondoltok erről? Egyrészt a hangnemről, van-e ebben igazság, nincs benne igazság, egyáltalán mit gondoltok erről? Szerintem akkor fel kell tenni ezt a kérdést Gyurcsány Ferencnek, hogy hát bocsánat, a 2019-ban, amikor történt egy váltása a budapesti városvezetés élén, és annak a részét képezte Gyurcsány Ferenc pártja is, miért rúgtak ki mindenkit? Tehát mi volt akkor az erkölcsi feltalmazás? Mi volt a baj Tarlós István embereivel? Én értem azt, hogy nyilván politikai versenyben jó nagyokat mondani, és akkor azért a DK hát még egy jóval nagyobb párt volt. Most jelen pillanatban egy olyan helyzet állt elő, hogy aki, hát bocsánat, ez egy ilyen mondás, tehát hogy az kiabál leghangosabban, akinek fáj valamilyen, és hát DK-nak most biztosan nagyon sok minden fáj, leginkább az, hogy 3-8% között van a támogatottságok, és egyelőre egy megoldás van, hogy Magyar Péterhez próbálja valamennyire közelíteni saját magát. Ugye azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc tulajdonképpen nem így mondta, de ezt lehet belőle kihámozni, hogy tulajdonképpen nem váltották le ezeket a fővárosi vezetőket. Ő ugye azt mondja, hogy Budapest annak ellenére működik, hogy egyébként a kormány az elmúlt időszakban szinte mindent elvett, ugye megpróbálták megfojtani, és a budapestiek mégis úgy döntöttek, hogy folytassa Karácsony Gergelyt, és ez pont azoknak köszönhető, akiket most, ahogy ő fogalmaz, ki akar rugdosni Magyar Péter. Ugye elmondta, hogy a helyetteseket nem szavazzák, meg mindenkinek mindig ki kell törni a nyakát, ahogy fogalmazott Gyurcsány Ferenc.
Hát azért ez részben fakad valamennyire a magyar politikai logikából is, tehát azért tényleg lehetett látni, hogy 19-ben is váltás volt, ők is nyilván ugye hozták a saját emberéket mindenféle fővárosi pozícióba, igazgatósági tanácsokba, felügyelőbizottságokba, cégek élére, szóval a teljes nomenklatúra ugye ki lett ültetve, és hát ugye ez nem biztos, hogy most folytatódni fog, és hát nyilván a DK-ból a szempontból kiabál, hogy őket lehet ezekből a pozíciókból kitúrják, illetve nekik most egy ilyen radikális kommunikációsra kapcsoltak, és főleg már nem is a kormánnyal foglalkoznak, hanem inkább Magyar Péterrel foglalkoznak, és egy kicsit azt látom, hogy ez a régi és az új ellenzéknek egy ilyen belső harca, és ugye szerintem ez nem biztos, hogy szerencsés a külső szemlélők, szavazók számára is, hogy az ellenzék ugye továbbra is öli egymást, illetve szerintem ez a oda-vissza üzengetés, mint egy ilyen VV reality showban, ez lehet, hogy ez részben kezd is unalmas lenni. Valaki... De akkor nem kellene, mert hogy Magyar Péter is válaszolt, ugye általában mindenre szokott válaszolni, erre is válaszolt, azt írta, hogy Gyurcsány Ferenc egyre frusztráltabb a politikai helyzete miatt, és azt kérte, hogy ne a választásokra haragudjon, hanem saját magára. Szóval a frusztráltsággal valószínűleg Gyurcsány Ferenc is egyetértene, még hogyha nem is feltétlenül ezekkel a szavakkal, hiszen látjuk, hogy neki teljesen megváltozott például a kommunikációja június 9-ét követően. Korábban, amit csinált a DK, azt már egyáltalán nem csinálja, tehát hogy értelemszerűen valami probléma volt. És bocsánat, tehát hogy Karácsony Gergely nem bukott meg ezen a választáson, tehát hogy ha nagyon kis szűk többséggel is, de 47% a budapestieknek azt gondolta, hogy Karácsony Gergelynek folytatnia kell. A DK által is fémjelzett budapesti lista, amit Karácsony Gergely vezetett, az MSZP és a Párbeszéd volt még rajta, 16%-ot kapott. És hogyha nagyon nagy vonalúak, és azt mondom, hogy az eddigi városvezetésemnek még a Momentum is részese volt, akik ugye 4,98%-ot kaptak, az összeadom, ez ugye nincs 22%. Tehát, hogy 22%-a a budapestieknek akarta azt, hogy ez a mostani felállás, ez folytatódjon, ez így maradjon. Az azt jelenti, hogy hát bárhogy számolok, 78%-a nem akarja budapestieknek, hogy a DK részese legyen ennek a mostani, vagy az új városvezetésnek. Szóval ez egy egyértelmű jelzés a budapestiek részéről, akik a legliberálisabb és legbaloldalibb szavazók az egész országban, hogy nem akarnak egy olyan típusú párttal együtt nem tudom, élni Budapesten, akik, vagy olyan Budapesten élni, ahol a DK vezeti a várost. Ti mit gondoltok egyébként, mi lesz a fővárosban? Tegnap már érintettük ezt a témát, a 444 írta meg, hogy folyamatosak lehetnek az egyeztetések, és állítólag Magyar Péter lakásán egyeztetett Vitézi Dávid és Kovács Gergely egy lehetséges fővárosi koalícióról. Mit gondoltok erről? Ugye az leírja a cikk pontosan, hogy mit is szeretne állítólag Magyar Péter, ugye Vitézi Gergely legyen a főpolgármester helyettes, és ehhez, ha Karácsony Gergely is megszavaz, akkor tulajdonképpen meg lehet a többség. Ugye most egy kicsit nehézkes abból a beszélő pozíció, hogy még mindig egy ilyen közszurkálás van, vagy egy ilyen előzetes okoskodásban vagyunk benne, szóval egy hét, mire ugye még föláll a közgyűlés, így itt már hallottunk mindenféle formációt, koalíciót, illetve hát ugye gyakorlatilag mindenki, a Gyurcsánytól a Magyaron át, a Szentkirály Alexandrától a Vitézig, a Karácsonyig mindenki beszólt mindenkinek, azért még ezt egyelőre nehéz látni, hogy ebből mi lesz. Ugye a korábbi napokban felröppentek ilyen hírek, hogy esetleg a LMP, a Kutyapárt és a Tisza működne együtt, ugye ez 16 fő, 17 kell a többséghez, és esetleg Karácsony Gergely, akkor az... Hát a tulajdonképpen ez röppent fel leginkább. Mi lehet még ezen kívül, ha józan paraszt észtel gondolunk ugye, bele? Főleg ez forgott az elmúlt napokban, de hát ugye például Magyar Péternek egy mai vagy tegnapi posztjából inkább az derül ki, hogy azt úgy nevezte, Szentkirály Alexandrának az agyszüleménye, szóval így most már nehéz kitapogatni, hogy milyen erőviszonyok lehetnek lesznek a közgyűlésen belül. Nyilván van még pár hét az új közgyűlés megalakulásáig, és az új városvezetés hát működésének a megkezdéséig. Biztos, hogy addig nagyon aktívak lesznek politikai szereplők, itt az üzengetés szintjén is, és hát valószínűleg az egymással való párbeszédben is. Szerintem itt arra kell figyelni elsősorban, hogy kinek mi lehet az érdeke, hogyha valóban megvalósult egy ilyen találkozó, már pedig az biztosan elismerték a szereplők, hogy megvalósult egy ilyen találkozó, az csak arról szólhat, hogy egyébként vannak szereplők, akiknek van gondolkodása Budapestről, szeretnék, hogy valamilyen szempontból működőképes legyen ez a város, működőképességhez most 17 darab szavazat fog kelleni, hogy ez hogy fog összejönni, az valószínűleg még nem fogjuk tudni az asztalán ma este kitalálni, de az egészen biztos, hogy azt hiszem egy fontos szempont, hogy nem rögtön bukással akarnak kezdeni, hiszen három olyan új szereplő ült össze, akik először kerültek be ebbe a tisztségbe, minden más szereplő már volt korábban a közülésben, azok akkor nem buktak meg,
nem oszlott fel a közül, és nem tartottak új választást. Nyilván az a három új szereplő bekerül, nem azzal szeretnék kezdeni a politikai ciklusukat, hogy akkor rögtön megbuktatnak egy szervezetet, és egy teljesen új politikai káosszal felérő esetleg új választást kell kiírni. No, egészen más van még egy témánk, több is lett volna, de most már csak egy marad. Bessa Gergő ügye, ugye még mindig nem jutott nyugvó pontra az ügy. A Magyar Hang arról írt, hogy Bessa Gergő egyrészt nagyon komoly ingatlan vagyonra is szertett, ráadásul szerepelt a KDNP fizetési listáján. Most a Magyar Hangnak nyilatkozott Bér Miklós nyugalmazott váci püspök, aki szerint a Bessa ügy a katolikus egyház közös felelőssége, és ő a katolikus egyház nevében bocsánatot kért a közelmúlt botrányai miatt. Ő úgy fogalmazott, hogy nem könnyű, de meg kell szólalni. Mindenek előtt az egyházunk nevében szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akik megbotránkoztak, akiknek fájdalmat okoztak ezek a történetek. A mi felelősségünk, hogy bocsánatot kérünk, és törekedjünk arra, hogy megtartsuk az egyház hitelességét. Nyugalmazott váci püspökről van szó. Hát Bér Miklós gyakorlatilag szerintem lehet azt mondani, hogy a katolikus egyháznak az egyik lelkiismerete, szóval amikor hasonló ügyek vannak, ő megszólal azért a legfelsőbb szintekről, ugye ő már nyugalmazott a mostani aktív papságból, ezt kevésbé szokhattuk meg. Nyilván a Bessa ügyre rátérve, hogy tényleg, ahogy ezt korábban a színészek is említették, hogy ez egy igazán színpadra kívánkozó ügy, szóval, hogy ezt szokták mondani, hogyha Pintér Bélánál látnánk, akkor nem igazán hinnénk el, és akkor most ez a parháznaság, illetve ezek az orgiák, a maga által rögzített orgiák még azzal is kiegészülnek, hogy esetleg, ha jól értelmeztem a cikket, hogy eltartási szerződésekből ingatlanhoz jutott, szóval azért ez is egy érdekes erkölcsi kérdéseket vet föl, hogy lehet, hogy idős kiszolgáltatott embereket környékeztek meg, hogy esetleg utána a lakóingatlanjukat hagyják rá. Jó, nyilván ez részben feltételezés, de hogyha ez. Hát de részben kiderül, nem. Egyébként szóba kerül, bocsánat, hogy megakasztalak a cikkben, és lehet, hogy egyébként ki tudja, Pintér Bélánál látjuk majd még ezt a történetet, ott bármi előfordulhat. De azt mondja Bér Miklós, hogy szerint a paphiány oda vezetett, hogy az egyház nem ügyel kellően az alkalmasság kritériumaira, és szerinte nagyon sokat segítene, ha szabályként bevezetnék, hogy eltartási szerződést csak is püspöki beleegyezéssel köthet egy pap. Ugye ezt nyilvánvalóan az ingatlan vagyonra mondta, és Bábel Valázs, aki viszont nem nyugalmazott, hanem a Kalocsa kecskeméti érsek, ő a titkárságán keresztül úgy nyilatkozott, hogy hát a papok nem tesznek szegénységi fogadalmat, csak a szerzetesek, így elviekben, egyházi értelemben önmagában ez nem jelent problémát. Nyilván itt valószínűleg egy komoly egyházpolitikai fejtörésnek kellene elindulni normális esetben és egy egészségesen működő egyház esetében, olyan, amilyen egyébként idén a református egyházban sem indult el, ugye Balogh Zoltán ügyére kell gondolni elsősorban, és a katolikus egyházban talán el fog indulni, ezt nem tudjuk most már megítélni. Valószínűleg van egy, hát mint ahogy az ország is két táborra van oszolva, valószínűleg az egyházon belül is van egy ilyen típusú törés, attól függően, hogy ki mennyire egyrészt egy politizáló egyházat szeretne, másrészt pedig milyen típusú politizáló egyházat szeretne, állammal együttműködő, vagy állammal kevésbé együttműködő egyházat. Szerintem ezt a vitát jó lenne, és valószínűleg ez a katolikus közösségnek is jót tenne, akik ugye az utóbbi 12 évben megfeleződtek a népszámlálási adatok alapján, meg az egész magukat vallásosnak való közössége is, hogyha minél transzparensebben és esetleg egy kicsit talán nyugvó pontra tudnának vinni ezeket a helyzeteket, hiszen millió és egy ilyen ügy fog feljönni, és ez nem csak arról szól, hogy az ember magánéletben milyen, nem tudom, nehéz dolgot követel, hanem arról is egyébként milyen bűncselekményt követel, hiszen ne felejtsük el, és ezt ugye kormányban szokták nagyon összemosni, de hát ugye a pedofil papok ügyéről sokkal kevesebb szó szokott esni, pedig ez egy valódi és nagyon komoly társadalmi probléma, ami mindig az országban. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen.